Nézd már, mit tudok! Hé! Ezt most miért kellett? Ó, a tanítónéni. Már elfáradtunk, hogy rád várjunk. Igen, tudom. Szóval mi a helyzet? Te mondd meg nekem. Minden rendben van. Remekül állunk. Tényleg? Teljesen. Hát akkor menjünk ki inkább a Dörner Kebab, nem fogja felfalni magát. Maradj ott, ahol vagy. Te élénk mag hé, és könyv maj. Te vagy az, aki megpróbáltad eladni a vérfarkasunkat ölepként a piacon. Nem az én ötletem volt. Feltételezem, hogy az egyetem zászlóját lecserélted egy boxerre. Senki sem szúrta ki a különbséget. És mi értelme a tanárból patkán csinálni? Az tuti nem én voltam. És honnan szerezek patkányt a labor kísérletemhez? Egy patkány nem elég? Nekem nincs farkam. A természet már kipróbálta rajta a kísérleteket, nekem nem maradt semmi. Ez gazdámadás volt, fuss az életedért! Na, gyerünk, gyerünk! De ismerős illat, olyan illata van, mint a Döner Kebabnak a szomszédból. Böfögő! Elfelejtettem, hogy hárman vagytok. Hiányoztál, tesó! Hiányoztál, tesó! És hol a tetőfedő? Elment a WC-re. Tegnap. Hát majd holnap visszajön. Most a miénk lesz az egész egyetem. Hé! Hé! Neked csak egy lyuk lehet a senkeden. És bugger a felsődön. Mama, te mit keresel itt? Hát én a nyugdíjamért jöttem. Hol van a pénzem? Te büdös nyugdíjas! Miért büdös? Nem emlékszem, hogy elvettem volna a pénzed. Mama, ő nem a nyugdíjpénztár. Ő az én tesóm, tudod? Igen, én vagyok az... Né, nem látod, hogy itt vannak a csajok? Ha? Hol? Azt hittem, hogy végeztem. Hát ja. A buta szerelmes tehenek sokkal veszélyesebbek, mint a láncfűrészmániákusok. Köszi, hogy kimentettél. Arany Stacy jó ötlettel rukkolt elő, hogy elzavarja őket. És hol van ő? Láttad őt? Mm-mm. Többet senki sem fogja látni. Azt hiszed, ha elcsórod a halmimat, akkor az segít megszabadulni? Még egy hívás és új rohamaim lesznek. Amúgy, ezeket ki lehet mosni. Remek dolog a leggazdagabbnak lenni. Hát, én vagyok az első. Gondolod? Én gazdagabb vagyok, ha nem tudtad volna. Ne dumálj hülyeségeket, én csak elegáns helyeken eszem. Akkor, amikor ingyen etetik a hajléktalanokat?
Csak márkás ruhákat hordok. Én vagyok a márka. Én vagyok a leghangosabb, én vagyok a leggazdagabb! Én vagyok a leggazdagabb. Én! Na hát, ne aggódjatok, gyerekek, megoldunk minden gondot. Mindkettőteket leszegényítem. Én vagyok a A favágás nem nőknek való. És fejeket vagdosni. Inkább kör zoknit vagy sálat az én kedves unokámnak. Jó lenne összekötni az unokát és a barátját. És ez segíteni fog megvalósítani gyorsan. Arra jutottál, hogy sálat kötsz nekünk? Nem fázunk. Ez arra van, hogy lekössön. Ez arra van, hogy lekössön, és nyugton maradj. A fiúk nem szeretik a sápadt gombákat. Na menj és gyorsan csinálj valamit az arcoddal, jó? Itt kezd túl sok ember lenni. Ideje helyrehozni. Hát, úgy néz ki, hogy lesz egy ügyfelem, amint felveszi a vödröt. Téged kerestelek. Hogy érted? Nem! Miért nem hagysz dolgozni? Ellenkezőleg találok munkát. Ráadásul ingyen. Valakinek a nevét ki kell törölni az élők listájáról. Én megcsinálhatom, de még mindig nem fogok adni pénzt. Gyűjtöm a pénzt egy gyilkos kocsira, egy feketére, egy kaszával a lökhárítón. Csak én vagyok a legényesebb, de jó neked. Ne, engedj el! Au! Ügyetlen csontok, még a mamát sem bírják. Hogy még nem rúgták ki? Láttad ezt? Nekem több van. Nekem drágább van. És én vagyok a leggazdagabb. Én vagyok a leggazdagabb. Oh my God! Tessék, te nyugdíjbüdös! Te az én pénzemet számolod? Gyere ide! Dörzsöd meg a szemed! Nézd rájuk, számolják a pénzemet! Büdös kis, az én pénzemet! Hé, pénzes csajé, van egy üzleti ajánlatom a számodra? És velem mi van? Aha, visszaadtam a pénzemet most! Milyen ajánlat? Hát arra nem gondoltam, hogy meg is fogod kérdezni. Nem adom! Én most küldtem a szemed! Gyere ide! Nagyon nehéz a láncot. Felvehetem a zálogházba.
Hé, és én mit fogok csinálni? Aj, vigyázz a tetvekre! Különben szegénység lesz a zsebedben. Hé, Csai, van kész pénzed? Meg lesz, amint eljutok ezekhez a sétáló pénztárcákhoz. Bevonod a tenyerem ezüsttel? Hát, nem keveredtél meg kicsit, az én madaram, az jó. Adsz nekem egy fillért, és én adok neked. Adok egy fillért, és az órát is kitisztíthatom, jó? Nekem nem tetszik ez az ötlet. Azt hiszem, hogy lehetne pénzt szerezni is. Komolyan? Persze, hogy komolyan. Kell egy varázstáska. Mi? Wow! Tartsd biztonságban a pénzedet! Tedd be a pénzed ide! Valaki bedőlt ennek! Nem, de én nem adom fel a reményt. Az ékszerek nagyon veszélyesek. Miért? Meg tudnak fújtani, ha nem kapom meg a nyugdíjamat időben. Srácok, ez ingyenes! Micsoda? Elhozták a nyugdíjamat? Oszta! Hát ez a varázstáska mindent megdupláz! Na hát, ott van egy galamba a bögrében. Hol? Na hát. Aj, na hát. Hol van ez a fura madár? Ha? Az elrepült. Rázd meg még 10 percig esetleg. Lesz még elég időm elmenekülni. Megyek is. Há? Azt mondtam, hogy rázd meg. Én nekem mennem kell, dolgom van. Gyere ide! Miért én? Hé, nyugi! Áó! Aszta, ez egy igazi iskola! Láttál eleget? Menjünk haza! Ez nem az a lány a tévéből. Azta, ja, ő az. Hogy hívják? Glássá. Térkép vagyok. Hátizsák. Könnyen ki fogjuk csalni a pénzét. Prankjeink maximálisan. Most egy nagyon jót fogunk szórakozni az egyetemen. Hullazsákokat kell venni. Legalább 2.